Tamási Koncert fúvós zenekar is színpadra lépett azon a rendezvényen, amelyet Tamásiban egy helyi üzletlánc szervezett meg. Az évek folyamán hagyománnyá vált, hogy kulturális és sportprogramok sokaságával készülnek az esemény alkalmával. Sajnos az elmúlt két évben nem tudtuk megtartani a járványhelyzet miatt, így most annál nagyobb örömmel terveztük, és hát sikerült, örülünk, hogy itt vagyunk együtt, és hát mindenkinek igyekszünk jó szórakozást. Miért fontos nekünk? Hát két szempontból is. Az egyik az, hogy ezzel szeretnénk megköszönni a vásárlóinknak, hogy bennünket választanak, illetve akik még nem a vásárlóink, szeretnénk magunkat bemutatni. És hát ennek apropóján kínálunk mindenkinek egy kis szórakozást, kulturális rendezvényeken keresztül, zenés, táncos műsorokat, és hát természetesen az üzletbe is érdemes bemenni, hiszen rengeteg akcióval várjuk ezen a napon az érdeklődőket. Arra is figyelünk, hogy minden évben hozzunk ide újat, frissítsük a fellépők körét, és hát kicsit távolabb is néha eltekintünk, egy-egy nevesebb előadót is hívunk, így van ez az idei évben is, és hát mindenkinek, minden korosztálynak, kicsiknek, nagyoknak, időseknek, fiataloknak szeretnénk megfelelő szórakozást nyújtani. Ez a filozófiánk tulajdonképpen, hogy az egészséges táplálkozás mellett a sportra való nevelés, az egészséges életmód ugyanolyan része, ezért itt a sport egyesületeknek, csapatoknak egy bemutatkozási lehetőséget adunk, meg lehet ismerkedni, ez mellett versenyeket szervezünk, összevonjuk a fiatalokat, idősebbeket, hogy vegyenek részt ezeken a sporteseményeken. A rendezvényt indító futóverseny után több sportágban is kipróbálhatták magukat, kicsik, nagyok egyaránt. A Tamási Bringasport egy akadálypályával érkezett, ahol tesztelni lehetett, ki mennyire tudja irányítani kerékpárját. A labdasportot képviselte a Tamási Kosárlabda Sportegyesület, akiknél sokan próbálták a labdát a gyűrűbe dobni. A fizikai sportot kedvelők a súlyemelés alapjait ismerhették meg, betekintést kaptak a Tamási Koppányese munkájába. És mint minden évben, idén is meghívtak egy neves sportolót a szervezők. Nyilván ez is azért van, hogy emelje a nap fénypontját. Most is ebben az évben is egy olimpikont tudunk itt üdvözölni, Risztov Éva a vendégünk, ugye egy olimpikon úszó, 10 kilométeres nyíltvízi úszásban, úgyhogy ő is nagy örömmel jött el hozzánk, azt mondta, és hát mi meg büszkék vagyunk, hogy elfogadta a meghívásunkat. Két apropója is van. Az egyik az, hogy társadalmi szerepvállalásként azt gondolom, hogy mindenképpen szükséges, hogy ilyen cég, mint mi vagyunk, helytálljon ezen a területen is. És hát a másik pedig az, hogy igen, a sportra való ösztönzés, ebben is szeretnénk, hogy vannak olyan magyar sportolók, akik kimagasló eredményeket értek el, és hát mindenki előtt akár nyitott lehet az út. Az olimpiai bajnoki címet a 2012-es londoni olimpián 10 kilométeres nyíltvízi úszásban szerezte meg Risztov Éva, aki, mint mondja, emellett számos sportágat kipróbált már. 5 éves koromban kezdtem el úszni Egerszegi Krisztina hatására, és hát azóta gyakorlatilag végig kísérte az életemet, de nem csak az úszás, rengeteg minden mást is csináltam, imádtam a motocrossozást, jetskizést, tehát igazából egy nagyon aktív gyerek voltam, és ezeket nagyon szerettem, illetve hát fociztam gyerekkoromban, 216-ot tudtam dekázni, most már így maradt a 26, és tehát hogy én azt gondolom, hogy nem kell mindenkinek ilyen sportolónak lenni, hanem ha sportol a gyerek, akkor megtanulja a küzdést, megtanulja a kudarcot, megtanulja azt, hogyha dolgozik és beleveti magát a munkába, annak eredménye van, és azután az élet további területén is nagyon jól lehet használni. Minden rendezvény zseniális, mindegyiknek van valami mondani valója, de ahova beleteszik a sportot, az mindig azért különleges, mert egyrészt a sportágok is nagyon küzdenek azokkal, hogy nincsen utánpótlás, nehezen tudják rávenni a gyerekeket, viszont ha most itt is körbenézzünk, akkor mindenki nagyon aktívan részt vesz, és legfőképp a sportos dolgokat próbálják ki. Tehát valahogy ennek a kontrasztját kell egy bizonyos eseményeken megtalálni, és hogy ahogy itt most voltam és hallgattam, tehát itt azért az egyesületeknek nagyon nagy szerepet adnak, és ez azért is nagyon fontos, mert mai világban már egy egyesületnek egy túlélés a körülbelül az élete, mert hogy már a mai világban a gyerekek nem feltétlenül ezeket a mozgásformákat választják, miközben pedig rengeteget ad. És én azt gondolom, hogy ha sportolnak, akkor utána sokkal tovább, egyrészt, hogy nagyon egészséges, és nem azért mondom, mert ez egy közhely lenne, hanem én itt állok, és semmi bajom nincs. Pedig aztán, ha valaki sportolt valamennyit, és semmilyen egészségügyi és testi problémáim nincsenek. A délután folyamán a gyerekek nem csak az ugrálóvárban töltötték szívesen az időt, örömmel ismerkedtek a rendőrségi járművekkel is. Az üzletlánc arra is lehetőséget kínált, hogy különféle péksüteményeket kóstoljanak meg az érdeklődők. A 18. alkalommal megszervezett rendezvény késő estében nyúlóan kínált programokat a kilátogatóknak.